Ezúton jelentem be, hogy az éjszakai horgászatommal megszegtem a kijárási korlátozást, és meg is tettem a szükséges intézkedést, feljelentettem önmagam a mai napon. Mindezt a Mi Hazánk mozgalom által hirdetett polgári elégedetlenségi mozgalomra hivatkozva. Este 8 óra után a Dunán horgáztam, mennyhalat szerettem volna fogni, ugyanis a téli és a tavaszi időszakban lehet a mennyhalra horgászni, és ez különleges élményt nyújt, és sajnos a kijárási tilalom miatt 2020. november eleje óta nem lehet éjszaka horgászni. És erre a halfajra kifejezetten a sötétedés után éjszakai órában lehet horgászni. A korlátozások tekintetében a kormány kettős mércét mér, ugyanis a vadászok vadkár enyhítés címén éjszaka is vadászhatnak a kijárási tilalom ellenére, míg a horgászok nem kapnak kimenőt. Javaslatom a kormánynak, illetve azt kérjük a kormánytól, hogy tegye lehetővé a horgászok számára, akinek érvényes területi engedélye van, érvényes állami jegye van, az 8 óra után is a vízparton tartózkodhasson, illetve igazolásként fogadja el a hatóság, hogyha 8 óra után a vízpart és az otthona között mozog, ugyanis a horgászok még 8 óráig sem horgászhatnak, hiszen össze kell pakolniuk és haza kell érniük. Én úgy gondolom, hogy a horgászoknak is jár az a lehetőség, hogy a szabadban tölthessék el a szabadidejüket, nem beszélve arról, hogy bőségesen betartják a másfél métert, hiszen egymás nyakában nem horgászhatnak, így megfelelnek annak a kritériumnak, hogy távol vannak egymástól. Az otthoni bezártságot is sokkal jobban el lehet viselni, hogyha időnként ki lehet menni a szabadba, hiszen a legjobb hely, ahol ki tudja mindenki pihenni magát, az a természetben és a természet környezetében van.